Nagy szeretettel köszöntöm a szombathelyi televízió nézőit, ez újra a hétvége, és nagyon remélem, hogy a következő 45 percben velünk tartanak, mert hogy nagyon izgatottan készültünk a mai műsorra is, remek meglepetések várnak önökre, illetve ajándékok, mert hogy az adás végén természetesen majd ezeket az ajándékokat oda fogjuk ajándékozni önöknek. Ennek az a feltétele, hogy írjanak SMS-t a 0620-2020-800-as jól ismert nem emeldíjas SMS számunkra, kérdezhetnek a vendégektől, várom a véleményüket a műsor témáival kapcsolatban, illetve ha van olyan téma vagy érdekesség, amit szeretnének viszont látni itt a szombathelyi televízió képernyőjén, akkor természetesen ezt az ötletet is elküldhetik nekünk. És egy kis ízelítő a mai adásból. Horse Evolution, azt hiszem, hogy Ritter Floriant már nem kell bemutatni a szombathelyi közönségnek, most hétvégén egy újabb érdekességre invitálja a helyieket. Aztán egy akció vígjátéknak apostrofált összeállítást is láthatnak, méghozzá a Büki Kristály toronyban jártunk, de hogy ott mi történt, ez majd hamarosan kiderül. A Hooligans együttes versenyét egy szombathelyi hölgy, nevezetesen Halász Dorina nyerte meg. Őt és nővérét is vendégül látom majd a stúdióban, illetve az Írodkő Naturpark Egyesülete is tiszteletét teszi. Most azonban színészportré, ahogyan már megszokhatták, a Vörös Sándor Színház művészeit ismerhetik meg testközelből. Ezúttal két úriembert köszöntök, Vas Szilárdot és Kálmánchelyi Zoltánt. Urak, köszönöm, hogy itt vagytok velünk, nagyon nagy örömömre szolgál, és hát akkor gyorsan lőjük is le a poént, hogy ti nem így néztek ki az utcán, azért ezt el kell, hogy mondjuk. Nem, nem az utcán, a színpadon. Igen. Színpadon. Miért nem nézek ki jól? Hát mondjuk így néhány perc alatt ilyen hosszú szakállat növeszteni, akkor áruld el a titkot, hogy ez hogy sikerült. Én arra gondoltam ma, hogy ha a Zoli ilyen szépen van öltözve a Mesterdetektív című darab miatt, akkor én nem adom alá, és beöltözöm törzskapitánynak a félkegyelműből. Hogy én is jól nézek ki. Igen. Igen, én mint Milo Tindul ülök itt most a jelen pillanatban. Nem véletlenül jöttetek ketten. Az egy dolog, hogy együtt dolgoztok, de magánéletben is nagyon jó viszonyotok van. Ugye, meséltek egy-két olyan sztorit, amit eddig még nem hallottunk, jó? Valami jó kis érdekesség, mondjuk, ami a színházon kívüli. De lehet persze egy öltözőben öltözünk, és a Zoli a mellettem lévő fűtőtesten teregeti ki az alsónadrágját. Uh-huh. Te jössz. Uh-huh. Nem tudom, hogy ezt a játszmát ki fogja megnyerni. Jó, hát én inkább nem mondok a Szilárdról ezek után semmit. Hát közösen dolgozunk. Ezt lehet elmondani, mi színházon kívül is színházat csinálunk közösen elsősorban. Ez a mi nagy közös találmányunk. Jaj, de tudod, hogy kell átvezetni a következő témára. Nagyon profi vagyok. De nagyon érdekes egyébként, mert tényleg közös öltözőben vagyunk, és ez remek alkalom arra, hogy amikor privátan elkezdünk beszélgetni, akkor kiderül, hogy rengeteg közös dolog van bennünk. Például nagyon szeretjük azt a fajta, nincs ennek igazán Magyarországon jó neve, mint az, hogy stand-up dolgot, amiben pantomim, hangutánzás, különféle teljesen fura közszínházi színházon kívüli formát tartalmazó előadásokat, kis sketcheket. Szilárd szokott is ilyet csinálni, a sketchkék is hasonló. Igen. Mi ez pontosan? Érdekes, hogy a Zoli pont a múltkor mesélt arról, hogy milyen a sors. Tehát, hogyha valamit a sors kijelöl, akkor azt nem biztos, hogy el tudjuk kerülni. Hogy mindig visszatérnek bizonyos dolgok az ember életében. És te is visszatértél. Ezt akartam mondani, és hogy tizenvalahány évvel ezelőtt, amikor találkoztunk az Új Színházban, aztán nem tudom én, 6-8 évvel ezelőtt találkoztunk a Láncít Fesztiválon, aztán utána meg most Szombathelyen találkoztunk, tehát hogy valahogy úgy visszatért. És azt hiszem először a valamilyen anyáknapi műsorra készültünk együtt egy ilyen rövid kis 10 perces pici jelenettel, mert hogy mondtam, hogy ezt muszáj kihasználni, azt a lehetőséget, ami a Zoli torkában rejlik, és hogy csináljunk valamit együtt közösen. Most is készültök közösen valamire, elnevezhetjük rendhagyó irodalom órának, ugye megengeded? Teljes mértékben megengedem, mert hogy az. Mert hogy az. A kialakulásának az útja pedig a következő, hogy hát erre építve, hogy nekünk vannak közös színházi élményeink és nagy kedvenceink, létrehoztunk tavaly márciusban egy előadást, amit Színházi Szösszenetnek hívunk, ami különböző irodalmi alkotásokat tartalmaz. Hát egyet mondjuk lelövők, hogy például Arany Jánosnak a Verszi Bárdok című versét, ez 18-20 különböző hangon
mondom el. Eperjes Károlytól Galla Miklósonak mindenféle híresség hangján igyekszem legalábbis megszólalni. És az jutott eszünkbe, hogy milyen érdekes lenne, hogyha ezt elvinnénk középiskolákba vagy általános iskolákba, valahogyan ezt kiterjesztenénk. És ennek csináltunk egy kis testvért, amit rendhagyó irodalom órák keretei belül szeretnénk elvinni iskolákba. Körülbelül olyan 45-50 perc. Van benne egy tanóra. Egy olyan tanóra, hosszúságú, attól függ, mert van benne egy improvizációs rész, amikor Rómeó és Júliából adunk el jelenetet, és a diákok rendezhetik a maguk módján, és kiegészítettük különböző dolgokkal. Te mondod ugye a családi kör. Igen, arra próbáltunk koncentrálni, hogy aminél amúgy a színházi szösszeletnél is gondolkoztunk, és az volt a szándékunk, hogy olyan oldalról közelítsük meg ebben az esetben a diákoknak a kötelező irodalmi tananyagot, amire ők biztos, hogy nem gondolnának. Sőt, reményeink szerint még a tanárok sem gondolnak arra, hogy egészen máshonnan, egészen más szemszögből, remélhetőleg ez mindig vicces szemszög lesz. És ezáltal a diákok, volt is már tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, a diákok egészen máshogy kezdenek el viszonyulni egy vershez, mondjuk akár a Velszivárdokhoz, akár a családi körhöz. És amikor erre sor kerül az irodalom órán, akkor rögtön beugrik neki, hogy az milyen vicces volt, amikor az Oli vagy a Sziszi azt csinálta. Ilyen. Lényegében kedvet akarunk csinálni az irodalomhoz és a színházhoz, nem elvenni. Ez egy küldetés tudat valahol. Igen, ugye az. Ugye az. Igen, egyébként valóban. Tehát én emlékszem, amikor ilyenek, de végülis kötelező volt ugye elmenni nekünk is annak idején. És hát sokszor tényleg inkább elment a kedvünk az irodalomtól, mert egyszerűen nem volt hozzá közünk. Most mi a fenét kezd József Attilával egy 12 éves gyerek? Szerintem nem neki való. De hát benne van a tananyagban, foglalkozni kell, stb. És akkor elmondom, akkor elővünk még egyet, elmondom a Mama című verset úgy, mintha egy magnószalagról tanultam volna. Időnként begyorsítok, belassítok, elakadok. És ettől érdekessé válik, és bekúszik az ő kis tudatukba is az, hogy van egy ilyen vers, és jó érzés párosul hozzá, nem egy érthetetlen rossz érzés. De akkor lőjünk le még egyet, mert igazából szerintem de nem, jó, nem hogy belőjük itt őket. Hanem kedvet csinálunk hozzá, hogy van egy olyan számunk, amikor arról beszélünk, hogy gyorsul a világ. Tehát a mai világ, rohanó világban nem véletlenül nem ül le a diák, és olvas verset, vagy drámát, vagy elbeszélést, vagy regényt, mert ott a tévé, amit lehet kapcsolgatni, ott a net, ahol lehet szörfölgetni, és ezért mi kitaláltuk a szörf színházat, ahol a színész lehet kapcsolgatni a különböző párbeszédek és monológok között, és nem kell végignézni egy egész darabot, hanem 5 percben lenyomjuk az egész Rómeó és Júliát például. Ha már küldetés tudat, akkor térjünk rá a te hobbidra, vagy egyáltalán a szabadidős tevékenységed egyik részét kitöltő érdekességre. Nem tudom, hogy mennyire szoktál erről beszélni máshol, hogy te bohóc doktorként is dolgozol. Én mióta? Én abszolút szoktam beszélni, én büszke vagyok rá is, és hirdetem. Hát most már 2011 éve, vagy 12 éve csinálom. Amúgy hobbinak indult, de most már gyakorlatilag hivatássá vált, tehát így az életem részévé lett. Mivel én imádom a gyerekeket, nem véletlenül van 3 gyerekem, én nagyon fontosnak tartom, véletlenül találkoztam ezzel az egész dologgal, ezzel az egész alapítvánnyal, és nagyon fontos dolognak tartom, hogy egy kórházban, és nem is annyira a gyerekek, hanem mindenki másnak, a szülőktől kezdve az orvosokon, a nővéreken át, az a benyomása, hogy egy kórház az egy komoly dolog, ott baj van. És egyetlen egy a célunk a bohóc doktori munkával, hogy ezt felejts el mindenki. Tehát mert nincs baj, mert ott is ugyanúgy lehet nevetni, meg szórakozni. A színház egy olyan nehéz műfaj, legalábbis nekem laikusként, amikor szinte minden este adtok magatokból, akkor szükség van egy kicsit pihenni, töltődni. Zoli, neked mi a hobbid? Hát nekem nagyon érdekes hobbim van. Mindig egy picit más, de egy éve elkezdtem festeni. Én azt hittem, hogy nem nagyon értek a színekhez, és azért aztán nem is próbálkoztam meg vele, de tavaly ráértem nyár elején, és elmentem egy festőtanfolyamra, és annyira megszerettem, hogy azóta festegetek, és tulajdonképpen én egyetlen képemet se tartom meg, tehát nincs otthon szinte semmim, hanem odaadom ismerősöknek, vagy születésnapra valakinek, és van egy tervem, hogy Szombathely különböző nevezetességeit valahogy majd lefestem, és csinálnék ebből egy kiállítást, ahol ezeket a képeket meg lehet venni, aminek az az érdekessége, hogy én a befolyó pénzösszeget azt visszaforgatnám nyersanyagba, és mert a színházban van több képzőművész, meg hát ugye a városban is
van több képzőművész, ezért azt találtam ki, hogy ebből a pénzből valamilyen közszolgálati tevékenységet ellátnánk, tehát kifestenénk mondjuk egy iskolát, egy óvodát, vagy egy kórházt, valami olyasmit, aminek szüksége van és aminek értelme van. Amikor egymásnak mondjuk az ötleteket elmesélitek, vagy ott az öltözőben, mikor sztorizás van, mert nyilván van, akkor melyik öltök a hangosabb, vagy melyik öltök a pikánsabb? Hát a Sissi. Egyértelmű a Sissi. Mi nagyon csöndes emberek vagyunk a magánéletben. Ő bóckodik, én festek, tehát egy... Na, addig el nem engedlek benneteket, amíg legalább egy ilyet nem meséltek, jó? Tehát ami úgy nyilvánosságot bír. Mi volt a legérdekesebb olyan történet, ami akár utána vissza is tud köszönni a színpadon, és ránéztek egymásra, akkor ott megbúvik a mosoly, mert eszedbe jut, hogy mondjuk negyed órája, 20 perce mit mondott a másik? Ezt mondhattad volna korábban, hogy készüljünk föl. Mert annyi ilyen van, hogy válogatni kell. Nagyon szeretek azzal létszülődni, hogy a Zoli nem tud se olvasni, se szöveget tanulni. Ez igaz. Tehát katasztrófa. Borzalmas. Ezért van az, hogy a színházi szösszenetben én mondom az összes felkonfot, mert ő képtelen megtanulni bármilyen szöveget. Viszont neked meg nincsen sok dolgod a fodrásztárban. Igen, így szoktuk szeretni. De én büszke vagyok arra, hogy ilyen szép, kevés hajam van. A beszélgetésünk végén én arra szeretnélek kérni benneteket, hogy üzenjetek valamit a televízió nézőinek. Ez lehet természetesen a színházt érintő, lehet teljesen más gondolatmenet. Kíváncsi vagyok arra, hogy ti most mit mondanátok a nézőknek. Igazság szerint itt ragadna meg azt a percet, hogy beszéltünk a vasárnapról. Na gyorsan egy fél percet. Gyorsan egy fél percet. Hogy vasárnap lesz a színházi szösszenetünk utolsó, ebben az évben az utolsó előadása, és arra szeretettel várunk mindenkit. Ez az én egyik üzenetem. És aki nem jön el, az is nevessen ugyanúgy, mint amikor a szösszenetet nézni. Mert otthon. Mert vidám az élet. Héttől fél kilencig. Tessék otthon nevetni vasárnap. Így lesz, én megígérem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és elmondtátok ezeket a jó kis sztorikat. Remélem, hogy majd még lesz folytatás, úgyhogy készüljetek legközelebbre, jó? Köszönjük, hogy eljöttünk. Nagyon köszönöm. A folytatásban pedig egy teljesen más téma következik, mégpedig, ahogy a műsor elején említettem, Richter Flórián és társulata újra Szombathelyen van, és Szombathelyen készül arra az nagyon érdekes produkcióra, amivel szeretnék a közönséget elkápráztatni, kollégámmal náluk járt. A Sportligetben állították fel azt a 3500 négyzetméteres sátrat, melyben Richter Flórián mutatja be új lovas produkcióját. Ennek már az előző része is nagy sikert aratott, idén pedig még látványosabb megoldásokat láthat majd a közönség. A showt Kun Attila balettművész koreografálta. Legmodernebb ilyen ledes felszerelt lovak világítva mutatják be a formációkat. Akkor Trójai falu filmből ismert, hollywoodi filmből ismert Trójai faluvat is részt vesz a műsorban. Akkor Pegasus szárnyas lovak hátán lovagolnak, akkor projumpokkal, tehát ezek a lábra szerelhető projumpok, akrobaták szaltóznak a lovak felett, lovakkal együtt futnak, tehát rengeteg újdonság és látványosság van a műsorban, ebben az évben, a Horse Evolution 2-ben. Richter Flórián korábban a családja által vezetett Magyar Nemzeti Cirkuszban mutatta be lovas produkcióit. Később úgy látta, hogy műsora különálló showként is megállja a helyét, így indult az első Horse Evolution Show. 50 fős társulatával, akik között nemzetközi díjakat nyert artisták is szerepelnek, 7 hónapon keresztül turnéznak itthon és külföldön is. Ezt ugye mi régebben a Magyar Nemzeti Cirkuszból ugye származunk, tehát ott kezdtük az egész pályafutásunkat, és egyre több és nagyobb lovas produkciókat mutattunk be, minden évben újakat és újakat, és talán eljött az ideje annak, hogy szinte kinyitottuk a cirkuszi porondot, és egy nagy arénára volt szükség, hogy bemutatjuk a felfejlődött lovas produkcióinkat, és ezért is lett az a neve, hogy Horse Evolution, tehát a lovakkal való fejlődés tükröződik ugye már a névben is a műsornak, és így megalapítottuk a Horse Evolution Show-t, és ezen a sikerrel járjuk az egész országot, meg külföldön is. A produkcióban 36 ló szerepel, köztük arab telivérek és holland frízek is. Napközben egy jól felszerelt mobilistálóban pihenik ki az előadás fáradalmait.
Németországból, Hollandjából, sőt még Magyarországon is szoktunk lovakat venni, ők olyan 3-4 évesen kerülnek hozzánk, és akkor egy ilyen szisztematikus edzéssel kiképezzük őket, illetve az első 1-2 évben megismerjük a lovaknak, minden lónak ugye van egy külön egyénisége, fizikai, meg lelki állapotát, meg szoktatjuk őket is az új körülményhez, hiszen itt az egy közönség, meg fény, meg jelmezek, tehát az mindennek meg szokottnak kell lenni a lónak, és tehát nem kell félnie tőle, és ez idő kell. És végül is ez alapján meg ki is derül, hogy melyik ló mire alkalmas, és akkor abban a szakirányban kezdjük el idomítani. A Horse Evolution Show 2 még szombaton 2, vasárnap pedig 1 alkalommal látható a Sportligetben. Erre a bizonyos sóra van egy 3 fős belépőjegyünk, úgyhogy ezért is érdemes SMS-eket küldeni a 0620-2020-800-as SMS számunkra. Emellett pedig az Ízeumba 2 darab tiszteletjegyünk van, valamint a Lady Zsaru című könyvet is kisorsoljuk, méghozzá C. Blackburn-től, ő egyébként egy szombathelyi írónő, úgyhogy érdemes ezért is üzeneteket küldeni. Na meg, ahogy említettem, akár a vendégektől is kérdezhetnek. Ezúttal pedig Bakos György elnök úr a vendégem, jó estét kívánom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A témánk pedig az Írodkő Naturpark Egyesület. Ha valaki mondjuk most hall önökről először, bár ezt kétlem, akkor mi az a legalapvetőbb küldetés, vagy egyáltalán célkitűzés, amiért annak idején megalakult ez az egyesület? Tisztelettel köszöntöm a kedves télnézőket. Köszönjük a meghívást, illetve a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Az Írodkő Naturparkért Egyesület egy 16 településből álló civil szervezet. 1997-ben alakult Magyarországon, az első naturparkként alakult ilyen civil társaság. A 16 település közel 200 négyzetkilométeren fekszik, és olyan 22 ezer ember lakja a naturparkot. Szoktam mondani, hogy ez a 22 embernek valamilyen szinten köze van a naturparkhoz. Akár termékelőállító, akár borosgazda, akár szőlész, akár mézeskalácsos, akár kézműves, de a vendéglátásban, illetve a szálláskiadásban, tehát a turistákból élni akaró vállalkozók nagy része is ugye tagja az egyesületünknek. Maga az egyesület kőszegi alapítás, természetesen először csak a hegy alatti települések, tehát Cák, Velem, Bozsok, Kőszegszerdahely, Kőszegdoroszló alakította ki ezt az egyesületet, és aztán a 2000-es évek elején csatlakoztak hozzánk. A legutolsó belépőnk éppen Csepreg városa, így aztán 2 város és 14 kis falu vagy település, a legkisebb Olmód, bizonyára sokan ismerik és kedvelik ezt a csöpnyi kis falut. Tehát az egyesületnek a küldetése, ahogy Nórika mondja, gyakorlatilag környezetvédelem, természetvédelem, az épített kultúra védelme, és hát ami talán az egyik legfontosabb, a helyi termékek piacra juttatása. Kitalálta a gondolatomat, mert pont erre szerettem volna rátérni, hogy azért manapság, én úgy veszem észre, hogy erre elég nagy, sőt mondjuk az előző évekhez képest nagyobb az érdeklődés, a kereslet, mint volt. Önök, akik ezzel foglalkoznak nap mint nap, mit vesznek észre? Én azért nem veszem észre ezt a nagyobb érdeklődést. Én nagyon pozitívan állok a dolgokon. Nagyon köszönöm, és tessék is látogatni bennünket, hiszen van mit mutatnunk. Gyakorlatilag a Írodkő Naturpark 2005-ben nyitott egy naturboltot, ahol kifejezetten a naturparki termékeket, tehát csak a naturparki termékeket lehet vásárolni. 2010 óta pedig a Virágudvar műhelygalériája szintén ugyanezt produkálja. Tehát ahogy mondtam, környezetvédelemmel, természetvédelemmel nagyban foglalkozunk, szoktuk mondani, hogy 0-tól 99 évig mindenkinek tudunk programot, mindenkinek tudunk társadalmi munkát, régen ugye így hívták, ma közösségi munkának hívják ezeket a foglalkozásokat, tudunk produkálni, és az egyesület évek óta fönntart egy olyan programot, aminek az a címe, hogy ha hétvége, akkor Kőszeg és Naturpark. Gyakorlatilag minden most hétvége. Most itt a hétvége, úgyhogy erre térjünk is hosszú rá, hétvége hogy, van. Hogy most ezen a hétvégén mi az érdekes. Ezen a hétvégén legalább 3 programot tudunk ajánlani a kedves hozzánk érkezőknek.
Az egyik, egy új kezdeményezés ebben az évben az egyik kollégám kezdeményezte azt, hogy csináljunk egy Találkozások című programot, mégpedig a kis településeken, a falvak megismertetése érdekében a délelőtt folyamán többnyire a falut, a falu kulturális, történelmi, műemléki látnivalóit mutatjuk be, délután pedig határjárást lehet abszolválni, aki részt vesz ezeken a rendezvényeken. 2013-ban 8 települést fogunk bemutatni, most sugok magamnak. Lukácsházát, Nemescsót, Köszegszerdehet, Köszegdoroszlót, Köszegfalvát, Kisidánt, Olmódot és Peresznyét. És ami most a hétvégi programunk, az pedig 27-én, amikor Ismerkedés Olmóddal című programot fogjuk végrehajtani. Délelőtt falunéző, ahogy mondtam, a falunézőben a Szent Márton templomot, valamint a gyökerek helytörténeti kiállítást fogja valószínű Olmód polgármestere bemutatni. Délután pedig nagy segítségünkre van egyébként minden esetben Orbán Róbert, aki kiváló természetjáró, sokan ismerik a megyében és a megyén túl is, és akkor pedig gyakorlatilag egy jó 1 kilométeres sétát lehet tenni majd Orbán Róberttel. Elnök úr, nagyon, de nagyon szalad az időnk, úgyhogy még egyetlen egy gondolatra van idő. Mi az a legfontosabb dolog, amit tudniuk kell a Szombathelyi Televízió nézőinek, hogyha önöket felkeresik, akkor mondjuk a következő időszakra nézve mi az, amit kiemelne? Hát mindenképpen azt, hogy a helyi turizmus álcájával van lefödve gyakorlatilag az összes olyan rendezvény, ami a Naturparkban történik, tehát gyakorlatilag akár a helyieknek, akár a 14 település, vagy 16 településről érkezőknek, de az ország, illetve a határon túlról érkezőknek mindenkinek azt ajánljuk, hogy jöjjenek, és szívesen fogjuk fogadni őket. Mi pedig önöket várjuk vissza, mert lesz még miről beszélgetnünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. A folytatásban pedig egy kis muzsika, méghozzá egy Hooligans-szel kapcsolatos zenei hír, mert hogy egy szombathelyi leányzó, horvát Halász Dorina nyerte meg azt a versenyt, amit a Hooligans együttes meghirdetett az interneten. Dobolás, na meg hölgy, hamarosan megismerhetik őt személyesen is. A Hooligans Királylány című felvételét én azt gondolom, hogy már senkinek nem kell bemutatni, mert hogy a slágerlisták ostromlói volt ez a bizonyos dal, de hogy miért pont erre esett a választása Dorinának, ezt már ő fogja elmondani. Lányok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk. Dia, neked külön, mert hogy Dorinát kíséred, na de hát természetesen azért téged is majd megtalálok bizonyos kérdésekkel. Dorina, mesélj arról, hogy hol olvastál először erről a lehetőségről, és
milyen indítatásból jelentkeztél a versenyre? Hát ugye a Hooligans Facebook oldalán volt meghirdetve ez a verseny, és így pont mentem az egyetemre, és akkor így telefonomon olvastam, hogy van ez a lehetőség. Nagyon megörültem neki. Ugye ez egy hatalmas lehetőség a zenészeknek, hogy megmutathatják nagyobb zenészeknek magukat. Ráadásul ugye a Hooligans a kedvenc zenekarom, úgyhogy ennek még jobban örültem. Pont ezt kérdeztem volna, hogyha mondjuk nem a Hooligans, hanem egy másik együttes gondolt volna egy nagyot és hirdeti meg a versenyt, akkor is indultál volna? Hát akkor lehet, hogy indulok, de annyira nem vettem volna azért komolyan. Azért Csipáék húzóerőt jelentettek, nem? Valami igen, igen. Na és mi kellett ahhoz, hogy első légy? Mert hogy azért a legnagyobb díj a tiéd. Igen, hát ugye az volt a feladat, hogy minél több lájkot kellett összegyűjteni a videóra, és hát ugye 2500 körül sikerült nekem összegyűjteni, március 15-e óta volt ugye ez a verseny, és annyi idő alatt lehetett ezt összegyűjteni. Dia, mit mondott a húgod, hogy na most akkor ülj oda a géphez, és 0-24-ben segíts igen, nekem? Ez működött, tehát az egész család, és ki volt adva mindenkinek a feladat, hogy az összes ismerőst mozgósítani, minden családtagot, az ismerősök ismerőseit, tehát egy teljes főhadiszállás változott az otthonunk ez alatt az egy hónap alatt, amíg gyűjtöttük a lájkokat. Menjünk egy kicsit vissza az időbe, amikor eldöntötted, hogy dobolni szeretnél, akkor mit szólt a családod, vagy kinek mondtad meg először? Hát igazából így senkinek nem mondtam meg, hanem észrevették, így... hogy puff. Igen, gondoltam így egyet, és akkor összeszedtem az otthon található konzervdobozokat, műanyagdobozokat, vettem egy dobverőt magamnak, és akkor így azt elkezdtem ütögetni. Hát ugye föltűnt a családnak, hogy valaki zajong, úgyhogy így kezdődött az egész, aztán később kaptam egy dobfelszerelést, majd ugye eljártam tanárhoz is, Hólósi Lászlóhoz jártam másfél évig. Aztán volt zenekarom is, a zenekarban is játszottam. Elég sokat zenéltünk, nagyon sok koncertünk volt, és most így magamtól tanulok otthon. Azt szokták mondani, hogyha valaki ajándékba a kisgyereknek dobot visz, akkor a szülőkkel szeretne kiszúrni. Dia, te mit éreztél akkor, amikor hát feltűnt nyilván, hogy a húgod mondjuk ezt a hangszert választotta. Milyen együtt élni egy dobossal? Az elején volt nehezebb, amikor még ez a konzervdobozos korszak ment meg, amikor tényleg még csak így ismerkedett a hangszerrel, de aztán amikor elkezdett tanárhoz járni és rendesen a felszerelésen játszik, azóta igazából én azt mondom, hogy öröm hallgatni. És a zenekarral is nálunk próbáltak, és tényleg élvezett hallgatni azt, ahogy ők játszanak, és azt is, amikor ő egymagába dobolgat. Tehát nem mondanám azt, hogy ez zavarna minket. Dorina, miért pont a dob? Hát a lányok először zongoráznak, vagy inkább énekesnő akar lenni sok kislány, neked meg mégis ez a, hát ez a kemény, rokkos hangszer. Hát furulyán kezdtem el tanulni. Hát ez annyira nem kötött le, tehát nekem állandóan kezem, lábam jár, tehát így mindig valamit ütök, vagy jár a lábam mondjuk most is. Tehát ez volt az a hangszer, ami igazán lekötött. Ezzel a versennyel, hogy ezt megnyerted, mi lett a tiéd? Hát egy hatalmas nagy élmény, egy álmom válik valóra. Ugye június 21-én Győrben lesz majd a koncert, ezt már megbeszéltük múlt héten, hogy akkor fogok majd fellépni velük. Hát nagyon várom, hihetetlen jó lesz, az biztos. Kell ilyenkor előre gyakorolnod, vagy mondjuk telefonon felhívnak, hogy ez lesz mondjuk a program menete, vagy csak egy dal erejéig ugrasz be, és azt gyakorlod otthon? Egy dal lesz majd, ugye a Királylány, amit játszottam a videóba, és majd megyek Pestre, ugye egyeztettünk már, hogy Pestre megyek próbákra, és majd akkor összepróbáljuk a számot. És nem tudom elképzelni azt a szituációt, hogy mondjuk a barátnőidnek mondod, hogy én most nem tudok elmenni veletek moziba, vagy kajálni, vagy kávézni, mert én megyek a Hooligans-szel próbálni, bocs. Van hát, ilyen? Hát csak megértik azért, szerintem ezt megértik. Na és mit gondol a család? Nagyon örülünk neki, tudjuk, hogy azt, hogy a zenekar is a kedvenc zenekara, és mi is úgy gondoljuk, hogy ez egy nagy lehetőség, esetleg akár egy kiugrási lehetőség számára, hogy hát felfedezzék. Teljesen őszintén, amikor jött ez a Facebookos történet, hogy a lájkokat kell gyűjteni, akkor mennyire bíztatok abba, hogy itt azért az első hely is megkaparintható? Hát én először nem is gondoltam volna, hogy sikerül megnyerni, tehát így az első nap sikerült 600 lájkot összegyűjteni, hát akkor még úgy nagyon a... Tehát
harmadik, negyedik lehettem. Tehát elég szoros volt, utána két hét múlva is még nagyon szoros volt a verseny. Egy gitáros fiúval, tehát folyamatosan az volt, hogy mindig ilyen 100 lájkkal vezetett ő, vagy esetleg én. Tehát itt folyamatosan ment ez, hogy akkor az első helyért küzdünk. Hogy tudtad meg, hogy végül te lettél a befutó? Hát ugye március 15-én volt a kihirdetése a versenynek, és akkor Facebook oldalra kirakta a Hooligans, hogy tehát, hogy kim volt a videóm újra, és mondták, hogy én nyertem. Te aztán... láttad meg, vagy hívott valaki? Én láttam meg, igen. És mesélj arról az érzésről, amikor ülsz a gép előtt, a monitornál, látod, hogy ott vagyok, és első vagyok. Hát így először csak így görgettem ugye lefelé, nézegettem, hogy mi van a Facebookon, és akkor így látom, hogy újra kint van a videóm, nézem, olvasom, hogy mi történt, és akkor így ledöbbentem, hogy hú, hát én nyertem, Jézusom. És ilyenkor úgy van, mint a filmek, hogy elkezded olvasni, és egyre hangosabban, és lassabban, és kiabálsz, és úristen, és gyorsan felhívsz valakit? Igen, igen, ez pont így volt. Igen. És akkor utána még a menedzser is fölhívott, ugye, hogy egyeztessünk, hogy akkor én nyertem, tehát hogy akkor a következő lépések azok mikor, hogyan lesznek. Milyen előírásoknak kell megfelelned, mikor Győrbe mész koncertezni? Megvan adva például, hogy hogy néz ki? Hát ezt majd szerintem még megbeszéljük, hogy akkor hogyan lesz, tehát hogy mikor kell mennem, hogy tehát gondolom előírás nincsen, hogy hogy kell kinéznem, majd még kiderül. Azért nagyon kíváncsi leszek majd a beszámolódra is, úgyhogy majd várlak vissza téged, hogyha van kedved, és elmeséled a televízió nézőinek. Mi nagyon büszkék vagyunk rád, hogy egy szombathelyi lányzónak sikerült megnyerni, és további nagyon sok sikert kívánunk neked. Dia, köszönöm szépen, hogy bejöttél a Dórival, illetve azt is, hogy bátorítottad meg, hogy jó sok lájkot te is, illetve az ismerősök össze tudtak gyűjteni. Köszönöm szépen, lányok! Köszönjük! No, hát elérkeztünk a műsor egyik legizgalmasabb részéhez, mert hogy az adás elején én említettem önöknek, hogy egyfajta akció vígjátékként tudom apostrofálni a most következő összeállítást. Bükön ugyanis egy kristálytorony elnevezésű létesítmény épült, méghozzá tavaly nyáron. Aztán, hogy ott mit lehet csinálni, kiknek ajánlják, mit lehet legyőzni, vagy mit kell egyáltalán legyőzni, azt egy nagyon-nagyon hosszas és erőfeszítéseket sem nélkülöző munkával sikerült összeállítanunk önöknek. Én arra kérek mindenkit, ha teheti, akkor nézze meg az összeállítást. Három emelet 5, 10 és 15 méter magasan, eltérő nehézségi szintekkel. 90 elem, több mint 1 kilométer kötélpálya. Nincs kötelező útvonal, csak azt próbáljuk ki, amit szeretnénk. Közel 5000 látogató fordult meg itt tavaly június óta. Azóta több újdonsággal is kiegészült a létesítmény. Nagy Ákos, aki vezető animátorként dolgozik, sokat segít nekünk. Itt is ülök tulajdonképpen az egyik elemén, ennek a kis gyerekpályának. Ez tavaly szeptemberben készült, ez októberben került átadásra, tehát jóval a szezon után. Nagyon sok lebiggyedő szájat láttunk itt a nyári szezonban. Tudnék, a nagy pályát, a felnőtt pályát csak 140 cm-es testmagasság fölött lehet használni, egész egyszerűen a biztosító szárak magassága miatt. És ezt, mint egy pótolva, egy hiánypótlásként sikerült telepítenünk egy nagyon izgalmas kis gyermekpályát. Ezért egészen alacsonyan van, itt látható az, hogy itt a szülők, az animátorok tudnak menni a gyermekek mellett, tudják őket segíteni. De mégis megvan az az érzés, hogy ők magasan vannak, hiszen ugyanúgy ki vannak biztosítva, ugyanúgy a pályák idézőjelben kalandosan veszélytelenek. It's my time, it's my life, I can do what I like. The price of a smile, I gotta take it to ride. Ahogy fölfelé megyünk, egyre inkább nehezebbé válnak a pályák, egyre nagyobb fizikai kihívást jelentenek.
Bár ez sem mindig igaz, mert az elég heterogén az elemek összeválogatása, nagyjából 30 elem van, tehát egy emeleten. Ez teljesen szubjektív dolog, hogy tehát lehet, hogy ami neked nehéz, az nekem könnyű, és fordítva. Tehát ez teljesen egyénfüggő, hogy kinek mi a nehéz, van akinek egyensúlyozni, van akinek tartani magát fizikai erővel. Tehát ebből kiindulva mindenhol megtalálható mindenféle elem, de alapvetően fent vannak a legnehezebb elemek, azok már igazi ilyen kis légiós, kiképzős hangulatú elemek tudnak lenni. Egy Bornak nevű biztosító rendszer működik, ez nagyon kevés helyen van, de egy nagyon biztos, nagyon százszerzékosan biztonságos rendszer. Itt egész egyszerűen a vendég nem tudja megtenni azt, mint más kalandparkokban, hogy mindkét karabinerét kibiztosítja, és gyakorlatilag biztosítás nélkül mászkál az elemeken 15 méter magasan, ezt nem tudja megtenni, ezt a rendszer nem engedi. De most nem merülnék bele, hogy hogy működik, nagyon egyszerűen egyébként, de majd hamarosan fogjuk használni, és meg fogjátok látni ti is. No, akkor nézzük, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Első lépésként felveszük a karabinerekkel ellátott szerelést és a sisakot. És induljon a kaland, ami egy tériszonnyal küzdőnek bizony nehéz feladat, de animátorunk ebben is segít. Ez nem lehet mással, ez tök vékony. Hát nem tudok, nem akarok bénázni. Első akadály után jön a második, ami már könnyebben teljesíthető a siker után. Ha valaki egy igazi adrenalin fröccsre vágyik, nos, neki Steve-ből ajánlom az óriás hintát. A két fiatal vendég, Vivien és Mark, simán vezik az akadályt. Aztán jön a nagy pillanat, amikor rám kerül a sor. De nem akarok a végéig azt a... Nagyon jó érzés, remélem, hogy a műsor nézői velem vannak. A nagy élmény nem maradt el. Totális kikapcsolódás, adrenalin löket és persze a sikerélmény. Kalandra fel! Nem lehet másfel, ez tök vékony nekem. Na nézd meg, elakadok én is. Oké, Nóri. Ennyi itt a történés. És itt kell, hogy megragadjam az alkalmat, hogy minden egyes résztvevőjének, ennek a történetnek megköszönjem a segítségét, mert hogy volt benne munka bőven. Illetve, ha önök ott járnának a Kristálytoronyban és készítenek felvételt, akkor egész nyugodtan küldjék el nekünk, mert hogy ebből szeretnénk majd egy kis összeállítást is készíteni.
Nézzük, hogy kiknek kedvez Fortuna, és kik azok, akik az SMS-ekkel különböző ajándékokhoz jutottak. A Horse Evolution holnapi előadására egy háromfős belépőjegyünk van, 3952 0433-as a telefonszám annak a kedves nézőnek, aki megnézheti Richter Floriánékat. Az Izeumba 2 darab belépőt nyert, a 74-56-36-36-os telefonszámról üzenetet küldő kedves nézőnk, neki is nagy szeretettel gratulálunk, illetőleg a Lady Zsaru című könyv, ami C. Blackbird írása, 36-96-22-74-es, nagy szeretettel gratulálunk a kedves nézőknek. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép hétvégét és jó televíziózást kívánok mindenkinek, vigyázzanak egymásra és magukra, viszontlátásra! A műsorvezetőket a Jean Store öltözteti. A műsorvezetők fodrásza a L'Oréal.